Végén már úgy voltunk vele, hogy úgy se kerülünk többet oda. Vagy ott elpusztulunk, vagy nem tudjuk, mi lesz velünk. Hol lejár a büntetésünk. Tehát hun voltam még. Akkor még 6 évünk vissza volt. A 15 évből. Soha. Soha. Akkor már nem is reménykedett? Nem. Annak vége volt. Aztán itt is már hallottam, hogy jó az öcsinek, már jó nyugdíja van. Aztán egy ismerős mondta nekik, hogy te is olyan helyen lettek, pedig volna, majd tudnátok, hogy miért kapja az öcsi is azt a nyugdíjat. Nem gyerekjáték volt ez. Nem. Mindig mondta a rádió, Győr, Bécs, Berlin, Székesfehérvár, Budapest. Szóval itt volt a központ, itt mentek szét a röpülők. És akkor már mondták, hogy figyelem, figyelem, ugye magyarul, de szokták mondani németül is. Aktunk, aktunk. Aztán szegény öreg azt mondja, az az anyátok, hogy Isten, itt kaptunk, azt mondja. Hány éves volt Öcsi bácsi, amikor Levente lett, amikor besorozták? Hát Leventének 12 éves korunktól fogva voltunk, de besorozni 44-ben sorozták be bennünket. Akkor még az volt, hogy Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. Ez volt abban az időben az ének. Na most a Horthy, hogy lemondott, mi nekünk abban a napban hazúró áköllött indulni. Másnap reggel felsorakoztattak bennünket Polgárdiba, fölköllött a szállásira áskinni. Na mondjuk, még kirez Istenre, nem kell áskinni. Hármunknak sikerült bemenni a kenyérgyárba. Nem is polgári fűzfő volt, na összekeverem már a gyártelep. Hát munkaszolgálatosok voltunk tulajdonképpen, mint Leventék. Rengeteg kenyeret sütöttünk. A fűzfői gyárnál, ottan van egy nagy hegy. Gyártottak ott ilyen, mi az Isten, szálasidőpantjönek, meg mit tudom én, meg robbanóanyagokat, ott minden gyártottak, meg nagy gépek voltak. Nagyon nagy hegy alatt volt, úgyhogy akkori bombák nem vitték volna át a hegyet. Be kellett mennünk az alagútba, mikor volt a légiriadó. Volt dagasztógép. A istenkre ment, ami a kemencében volt, a istenkre ment, nem volt kenyér. Na, az akkor pár nap múlva kiirdették, hogy még nem mehetünk. Légiriadóról az sehova tovább dolgoznunk, és, hogy mondjam, dupla fizetést kapt, annyi pénzünk volt, csak nem volt mit venni rajta. Semmi se volt. Karácsonyra kaptunk ott a gyárba szabadságot. És a Balatonpartnak a túlsó fele az a németeké volt, a déli fele meg a... Hát jó, keresztül még a németeké tartozott, de ott várra még mind az oroszaké volt. És ugye mi szüleink itt laktak, ma az orosz területre tartoztak. Nekem apám testvérjei ugye vonyarciak voltak, én oda vissza tudtam menni, és nagybátyám nagy nyilas volt. Úgyhogy mi nekünk jó, minket a kutya nem bántott volna, hogyha a keresztársvérem nem erőködik, hogyha az a kell gyűnni. Egyik nap gyűn délután, te azt mondja, el voltam keresztül. Hát mondom, mit keres? Te azt mondja, fölmentem a templomra, onnan néztem haza Máriára. Nagyon udvarult, és azért akart nagyon hazagyűnni. Ott voltak a Kémel Harító kis kásztálynak a kastélyba. És pont onnan gyűjt valami tiszt ki, meg a sofőr is azok voltak, azok. Hát nem összebeszélt velük, de mondták, hogy semmi akarja, minket áttesznek a fronton. Mindjárt bejutatott a sofőr bennünket a kocsiba, irányba a kásztályra. Onnan meg mindjárt hoztak le bennünket Mária keresztülre. És onnan mindjárt éjjel át is tettek bennünket.
lekísértek a német katona, adtak le sortűzatára az oroszok felé, géppisztolyból. Aztán akkor ilyen dunyhahúzatokat kaptunk, hogy fehérek legyünk, mind a hó. És elég az hozzá, hogy átjöttünk, amíg bele, átjöttünk az arkon is. Aztán volt egy szénepátrendszer, belebújtunk abba, sötétbe, fel nem egy tovább. Hát ugye hiába ismerős a terület, az ember nem tudja éjjel. És aztán, amikor kezdett világosodni, ott hagytuk a húzatot is, aztán rendesen nekiindultunk ide a temetőhöz, ami van ez a főtámadunk. Aztán közelebb érünk, akkor láttuk, hogy ilyen drótok futnak a hóba. Tehát még nem tudtuk, hogy az micsoda. Leventében azt soha nem tanították az aknamezőt. Egy sor, két sor, három. De köztel volt annyi, hogy egy ember nyugodtan mehetett. Mert egyiknek itt volt az akna, másiké itt volt az akna, harmadikra megint vissza kellett jutni, itt volt az akna. És olyan szerencsénk volt, ahon az akna volt, mindig léptünk egy nagyot a hóba, átléptük. Mert ha drótba megakadunk, akkor az egész terület felrobbanik. Velünk együtt persze. Még a darabjainkat se találta volna meg senki. Az árokparton egyszer csak áll ki két ilyen szakállos géppisztoly, mert egyiknél, másiknál még golyószóró volt. Aztán hát még mindjárt feltartottuk, nem volt nálunk semmi. Se pisztolyunk, semmi, nekünk semmi nem volt. Civilek voltunk. Kiabáltak, hóra ruki, de mit tudom én mi az, hát én akkor nem értettem, hogy mi. Aztán akkor intettek, hogy menjünk hozzájuk oda. Aztán magyaráztak, hát annyit értettünk bele, mint a tyúkok, semmit se. Aztán elég az hozzá, pont Molnár Bálint bácsékó vezettek be bennünket. Na, ott aztán nem mondja, hogy annyi katona volt, te atya úristen, nők, férfiak, kavármá. Telefonhúzalok, egyik piros, másik ilyen színű, a harmadik. Olyan telefonközpont vagy, mi a fene lehetett. És a keresztestvéremet elvitték onnan. Nem, még talán egy órát se voltunk ott együtt. Hoztak valamilyen ruszin, vagy mit tudom én, milyen tolmácsot. Aki sem magyarul nem tudott, se oroszul nem tudott. Csak kityeket kotyogott. Annyit aztán megértettem, hogy azt akarják, hogy én menjek ki a frontba, mutassam meg, hol jöttünk keresztül. Utána nem engedtek be a nagyházba, hanem abban a nyári konyhában, széna között, ott között az éjjel advészűnök. Néztem az ablakon ki, mondom, hát jó, meg lehetne szökni. Igen, ám, de katona meg őrségben volt a kapuban, hát nem tökén elmény soha. És akkor délelőtt jött egy autó, és arra engem is főtettek, de hát egy magyar se volt. Mind valami ilyen szökött orosz katonák, de már mind civilben volt, meg mit tudom. És mentünk arra Fonyód felé. Na azt akkor beértünk egy faluba, bevittek egy nagy házhoz. Annyit tudtam, hogy egy cséplőgép volt az udvarban. Hát mondom, hát nem lehetett valami szegény emberi ház. De ilyen hosszú, régi parasztos ház volt. És a végében istáló, pajtak, minden. És ott egyik részén, ahogy oda belökönnek ezek az oroszok, voltak ezek a szóma csutakok. Közben nézem, egyik széna csomót lelöki, van egy lúkotta. Na hát azért csinál, az volt az én sírom. Töltal volt az én fákvéhelyem. Na azt mikor bementem, szépen letakarta azt a gödörnyillást, úgyis olyan sötét lett ott, már csak tapogatni tudott az ember abba szénába. Aztán este felé lehetett már, hozták a vacsorát. Hozták azt a négyszögletes ruszki kenyeret, akkor még valami szalonnalávás volt. Én nekem nem követjük se. Én már három vagy négy napig nem ettem. Egyszer hallom ám, hogy dübörögnek. Valaki járhat itt, mondom. Egyszer hallom ám, hű, azt mondja, de nagy hó esett az éjjel. Hát a keresztestvérem volna, ha a hangja volt. Így jelezte, hogy ő is ott van. Na azt a legutoljára engem engedtek ki, mikor jövök vissza, hogy vártam le egy cipőmből a hova, mondom, tényleg nagy hó esett az éjjel.
Így beszélget. Egyszer tovább vitták bennünket lánygyártótiba, Szankóval. Ott meg jött egy teherautó, arra kellett tartani. Oda féltettek bennünket, a végén kicsit Dombóvarra vitték bennünket. Egy olyan tanyaszerűség volt, ott volt az ukrán hadseregnek a hadbírósága, és ott ítéltek el bennünket. Ott kaptunk 15 évet. Akkor megint adották egy ilyen nacsalni fél évő bennünket, és szóval azt mondta, hogy nem akarunk a szülőknek üzenni. Nem mondjuk, akarunk üzenni annyit, hogy mondják meg, hogy visznek bennünket Oroszországba. De hát sose tudták meg persze. Dombóváron van egy kastély, és oda hordtak össze bennünket. Ott aztán találkoztunk. Somogy Gáztyáktől kezdve ott annyiféle magyar ember volt. Ezt már akkor mindenki el volt ítélve. Amíg 15 évet kaptunk fejenként. Mi volt az ítélet? Azt mondta, hogy kémek vagyunk. Azt sem tudtam, mi az. Ahonnan tudtam. Nem is tudtam csak magyarul, semmi nyelvet nem beszéltem. Ahogyan lehetett volna, kém nem tudom. És akkor onnét aztán vittek tovább bennünket. Ponton híd volt a Dunán. Kiskörösre vittek át bennünket, ott lettünk bevagonérozva, onnan vittek bennünket arra Bukarest mellett Beszarábiába, Moldovába. Ott egy várbörtönbe zártak be menni, bokaigérő vízbe, reggelre pálca főzárarok. Ahogy ott tipróttunk, meg lefákült kiállásért, meg mit tudom. És ott is voltunk, hogy hány napot nem tudom, nem túl sokat. Szóval akkor átvittek bennünket Dnyepropetrovszkba, ahogy is Ukrajnához tartozik. És hát ott már négy emeletes börtönök volt, hogy úristen, annyi börtön volt egy borzasz. Az tömve volt. Aztán tüdőgyulladásba estem, és akkor tettek le a Volga partját. Ott volt egy rabkórház. És volt egyszer egy civil ember gyűjtve. Hát, ruszki volt, de nem volt, ő nem katona volt már akkor, valami raktáros volt. És kicsit, hogy azért járt felé hozzám, mert a fia annyi idős volt, mint én, de ő már akkor Berlinben volt, mert katona volt. Ugye ő náluk már 18 éves gyerekek a fronton voltak, az oroszok már, mind a németeknél. Aztán följött az a raktáros ember, aztán akkor nem tudta vele másképp megértetni, aztán fogta, puf-puf, Hitler kaput. Hát ugye azt tudtuk a kaput, hogy mit jelent németül. Így tudtuk meg, hogy vége van a háborúnak. Arluk állomás volt az első, letettek bennünket. Tehát mi Arlukhoz tartoztunk, az a láger, ahova legelőször bekerültünk. Beszélni nem tudtunk senkivel magyar, mert voltak magyarok, csak nem pont abban, amelyikben engemet vittek, hanem el volt keredve egy másik rész, csak deszkokerítésen keresztül tudtunk beszélni. De az olyan magas volt, hogy látni nem láttuk egymást, csak hangrúgtuk. Tudtunk beszélni. És a kereszt akkor még ott volt? Akkor találtam rá. Uh-huh. Amíg nem akart elhinni, hogy én vagyok, mert egy pesti horvát nevezett ember, mikor ők ugye előbb kiírták sokkal, mint én, azt mondta neki, láttam, mikor engem halva letettek. Hát mondom, hát nem ismered meg a hangom. Hát akkor nem tudnak veled beszélni. Na és akkor megbeszéltük, hogy ő már akkor jár dolgozni, én nem. Te azt mondja, majd figyeld, amennyire lehet, közel lesz ő, azt mondja, ott a kerítésről. Ha én feltartom a kezemet, azt mondja, az leszek én. Tényleg úgyis volt. Így tudtam meg. Ő meg megtudta, hogy én vagyok. Így találkoztunk először. Milyen volt az élet a lágerben? Hát a fasza volt, magyarul meg. Hát milyen volt. Dolgozni kellett, amennyi ennivaló volt. Tavasszal még jó volt, mert volt csollán.
csollan lavast tettünk. Igen, de megeregedett, akkor magunkámén volt a szarra, nem tudtuk áragni. Akkor csak kiszítjuk a levét, ezt kikapködtük. Nem volt azon zsír vagy valami. Még sokszor sósa volt hozzá. Ősszel kijártunk a disznó tanyákra, meg a marha tanyákra. A marháknak azt, ott akasztott nagy piros só, vagy hogy nézett ki az a marha só. Abból loptunk azt, hogy így ettünk sót. Mink őrség nélkül nem mehetünk ki. Átlagban 20-25-ös brigádok voltak, legkevesebb 5 őr volt hozzá. 2 ment elő, hogy hova már-e kell menni, a másikok meg vagy oldalt, 1 meg 6-tú. Így kísértek bennünket. Az őrök nem bántották a foglyokat? Nem lehetett bántani. Nem, mert első években nem is katonaság őrzött bennünket. Oroszul azt mondták ezeknek a civil őrökre, hogy szamokra anyikok. Tartak be, mit tudom, minden héten kaptak papírt, mintha dolgoznának, azt ott kellett nekik lenni. Volt öltözetük, sapkájuk, minden. Napi hány órát kellett dolgozni? Reggelti esti. Volt szünet, ebéd? Hát órát még nem tudtuk, hogy hány óra van ilyen. Ebédszünet volt, mikor kiért a lovaskocsi, hozták az ebédet. Na, ott volt egy, aki osztotta, mindig ukrán volt, vagy fehér orosz volt az a lány, nem tudom. De nagyon helyes kis fehér név volt. No, én voltam akkor mindig a Málinki magyar, a pici magyar. Hát, nekem mindig lemerítette az aljába. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek én. Főt haladt meg, azt disznókat vágtak, akkor a disznó belet főzték, meg abból adtak enni. A húsából nem adtak. Meg egyszer volt, hogy lovakat elvágott a vonat valahol, de lóhús tettünk. Pláne, amikor ilyen nagy bocskákba hozta, a lófáj meg kiad belőle. Te jó Isten. De abból egy kis húst is adtak meg. Kenyeret mikor mérték, mert először 40 dekát, aztán 50 dekát adtak napi adagot, de egyszerre adták oda. De ha itt letettem, elköltött valami oda, nem volt meg. Addigra mállogtak. Tajsot az egy igen nagy város. És annak a közepén voltunk ezek a lágerok, ahol voltunk. Egy-egy barakban voltunk 500-an, 1000-en. Hát ilyen dupla ágyok, úgyhogy a fa ágyok voltak. Olyan szóma zsákunk volt, hogy nem szómával tömték meg, hanem ahol asztalosok dolgoztak. Aztán léz darab, ilyen deszka darab, meg a forgáslap. Aztán, amikor a forgás törött össze, akkor az ember után érezte, hogy na, itt is tör valami, meg minden lópókrócok voltak, olyan a takaroszt. Hát első 2 évben nem csináltunk télen semmit. Akinek volt ruhája, azokat valahova kiúrták dolgozni. Meg hát kellett az a szőrcsizma. Annélkül ott nem lehet télen kimenni. Hát bakancsba lefagy a lába. Így is soknak el volt fagyva lába, ujja, meg minden. Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy minket betaráltak barakokba, adtak reggelit, ebédet, vacsorát, aztán csak voltunk. Reggeltől estig csak új a barakok? Csak feküdtünk. Szóval mire jött a jó idő, amikor már ki lehetett úgy menni, aztán akkor zavartak bennünket ki újba dolgozni. Reggel korán este későig dolgoztunk, aztán ami ennivaló tudtak adni, azt adtak, többi nem volt. Jártunk tőzeget, szedtünk, meg ilyen mezőgazdasági munkában mi volt. Aztán elkerültünk erdőbe, azután meg megint mezőgazdaság, azután krumpli szedés, azután káposzta szedés, szóval az így ment. Akkor kijártunk ősszel cséplőgép mellé dolgozni,
Na, akkor is volt egy ilyen mongol féle gyerek, jó erős gyerek volt, nemrégkár jöhetett lagerban. És voltak ezek a három alagú favillák. És abba költött a szómát feladogatni a kazarra. Aztán hát persze én nem bírtam, hát 40 kilós gyerek voltam. Pedig mikor itt voltam, akkor még 70-en fölé voltam. És elég azt hozzá, akkor egy pofont adott nekem, hogy egy csillagot láttam világos napban. Elkezdtem sírni, aztán ott hagytam, ledobtam a villát, elmentem, leültem. Jön a brigadéros, mert addig másik úrralom valamúgy, aztán kezd kérdezgetni. Aztán én megmutogatom neki, hogy mi vége. Oda ment hozzá, hogy mit beszéltek, én nem tudom. Elég hozzá, hogy jön a gyerek, volt ennivalója, hogy honnan volt neki, én nem tudom. Rakott oda ki nekem, hogy ezt tegyem meg. És abban napban nem kellett dolgozni. Ő mindent én jelentem és megcsinál. Hát gondolom, a brigádvezető az rendész adta meg a gyerek. És azután én hozzám senki nem nyugodott, még egy ujjal se. Az a gyerek annyira vigyázott rá. De aztán elvitték valahova azt is. Másik évben már nem volt. A fürdőben 10 napokig vittek bennünket, akkor a huncőr volt rajtunk, mindent leborotváltak, vagy nyírógéppel enyírtak bennünket. Úgyhogy mi szőrtelenítve voltunk, alul fölül, amúgy csak volt rajtunk, mindenhol. Első években az volt a legrosszabb, hogy a tetük véget. Mert először az rengeteg tetű volt. Egyszer kaptam én is, mert ez nagyon könnyű volt a lapos tetűt elkapni. Mert azok potyogtak mindenhol. Akkor már volt nekik ez a tetűírtójuk. Ilyen mind a kánevics valami, olyasmi volt. Ha már a szőrösség voltunk, be kellett kenni. Azt hiszem egy óra után lehetett lefürdeni, többet sose lett lapos tetű. Sok tüdőbajos volt. Azok a szápusztultak. A tüdőbajt ezt nem gyógyított, nem tudták gyógyítani. Hát először is mondtam ugye, hogy a tüdőgyulladást is hogyan azzal a kupokkal gyógyították. De mikor az már azt hiszem 47-ben volt, ha jól emlékszem, akkor már volt ez a penicillin. Na és akkor már azt kaptam a szeszlátó, mert ott úgy hívták ezeket az ápolónőket. Mit csináltak azokkal a rabokkal, akik mondjuk már nem voltak munkaképesek? Tehát annyira ugye a munkáról szólt. Ahol volt külön láger, azokat oda vitték, hogy aztán megmaradtak, nem maradtak, annyit tudtuk, hogy azokat valahová vitték. De hogy hova mi? Nagyon sokan meghaltak. Úgyhogy... És akkor ők tehát ebbe a végkimerülésbe az olyan éjségbe... is volt, az éjségbe. Abba. Nem kellett gázkamra, hát nem volt ennivaló. Tulajdonképpen mink a mongol határhoz voltunk közel. 300 kilométer volt a mongol határ. És akik megszöktek, ha át tudod vergődni Mongóliába, ott az oroszok nem merték bántani. A mongolok azok nagyon kegyetlenek voltak. Azok úgy írtották az oroszokat, mint a legyet. Aki mondom, hogy Mongóliába bement, a mongolok kisegítették, hogy hazakerüljön. Mert nem is voltam nagycsos, hogy én megszökök. Hát adjon lőj, sem magamat. Ápusztulok, ha nem, akkor majd valahunk kikötünk. Gyittek, árultak már később a civilek a dohányt. Ők még kenyeret sem kapnak. Mink azért kaptunk, akár mi bűv volt is. Olyan nehéz volt, hogy 40 deka kenyér csak egy marékkal volt jóformán. És azért adtak, nincs is olyan kis poharom, nem is tudnám most megmutatni. Azt mondták, az egy stakán. Ezek az orosz gyerekek, ezek olyan kutatós gyerekek voltak, mindent fölkutattak. De egy bűn nagyon rendesek voltak a brigádon belül, akivel volt az ember együtt. Az nem tett különbséget, hogy te nem orosz vagy, vagy hát, ilyen nem volt.
Épp úgy adott nekem is, mint az orosz barátjának. Jön az egyik, gyere, azt mondja. Mondom, hova menni? Gyere, csak gyere. Tájba volt valami darált a kismalacoknak, tájba főzték meg. És ezek valamelyik rátalált a kondérra, amiben megfőtt. Hát nekem is, hogy menjek, menjek. Aztán mondja, hogy kusaj, kusaj, hogy egyek. Aztán mondom, nekem is, ne tudod, hogy azt mondja, ez gó, karasó. Karasó. Hát jó, karasó. Jól laktunk. Megettük, a malacoknak nem maradt, megették a disznók. Mink voltunk a disznók. Ahol egyedül voltam abban a nagy zónában, kerültem a másikban, sok magyar volt. Na ottan, aztán én lettem ilyen nyivarnéknak hívták az embert, ilyen szobaparancsnok. Hát én lettem, nem parancsnok voltam, hanem ilyen, hogy mondjam, mint a cselédlányok. Cseléd, mikor kimentek dolgozni, zágyakat bevetni, rendet csinálni, mire jöttek főkölött mosni ma reggel, mire jöttek délután haza, mosdóvizet, ivóvizet külön-külön meg kellett hordani, mert meg volt, hogy meddig mehetünk el, és onnan kellett behordani. És én nem tudtam. Ott ittam először bort. Annyit tudtam, hogy valami zsiván egy társaság. De hogy micsoda, micsoda, ugye még akkor nem is sokat tudtam oroszul. De engem soha nem bántott senki sem. Jó sorom volt. Mikor szoktam takarítani, láttam, hogy egy pohár le van takarva az asztalon. Mondom, mi lehet ember? Levettem róla azt a papír, vagy mi a fánom volt, hogy mondom, ennek olyan borszaga van. Megkóstolom, tényleg mondom, én mentem bele többet inni, mondom, meg ha észreveszik, akkor baj. És elég az hozzá, egyik este, amikor már minden brigád ottban volt, de voltunk vagy 500-an ám abban az egy barokban, nagyon sok ember volt. És elég az hozzá, hogy mindenkit kizavartak a szobákból, sorakozó. Ugye ők csak ötösével tudtak számolni, már ha négy volt egy sorban, akkor már nem passzult. Már meg volt, hogy hánynak ki az utolsó sorban lenni, akkor jó, akkor megvan a létszám. De ha valaki gazember ki akart, akkor már nem jó volt. Na elég az hozzá, nézzük, rengeteg katona, kutyákkal, mi az Isten lesz itt. Na azt akkor a katonák, a kutyákkal így mentek a sorok előtt, azt egyszer egy kutya beugrik a nép közé, elkap egy illetőt. Hát ki volt, mint az én szoba főnököm, aki volt a brigádnak a vezetője. Azt húzta ki a kutya. Tehát őt keresték, de ilyen formán csak a kutya találta meg idáig. Hát ő valami gazember volt, azért volt bora is. Este mentünk haza munkából, aztán utána jött egy brigád, az futott előre az egyik ruszki, hogy ő neki be kell menni. Aztán meg elkaptam az ibercikjét, már akkor már nem féltem tőlük. Na mondom, mész oda hátra, onnan jöttél majd, miután menni. Belém vezet. Az őr meg oda gyűjt, mind a kettőnket kiállított a sorba. Aztán a miánkák már rég ott be voltak, megmosolódtak. Aztán futnak oda közel, hogy kiabálnak. Hát miért nem gyűjtsd már? Azt mondja, menjünk ő vacsorázni, aztán menjünk ő a komendás hivatalra. Meg a ruszki elkezdett neki könyörögni az őrnek, hogy ő többet ilyet nem csinál, meg mind. Azt mondja, nehogy már mentek a karcelba. Mondom, hogy jó lesz, legalább nem kell menni dolgozni. Mert akkor már ugye értettem én is innen. És elég az hozzá. Akkor beengedtek bennünket, na én is mentem a többi után vacsorázni, és onnan mentünk a komendás hivatalra. Nekem mondja a brigadér úr, te horvát, azt mondja. Ti mentek haza. Akkor hordottunk először arról, hogy haza. Addig olyan nem volt, hogy minket hazahozni. Mindenki úgy volt vele, hogy nem akartuk elhinni, ugye. Hát most vagyunk 9 éve. Hát mondtuk nekik, ez már nem igaz. 9 év múlva biztos nem hoznak haza bennünket. És igaz lett. Akkor másnap kivittek bennünket az állomásra.
ott mindjárt egy rabszállító személykocsiba a katonák hogy magyarázták, hogy szálljunk fel. De már furcsa volt, nem úgy beszéltek velünk, mint azelőtt. Július 4-én szálltunk be azokba a vagonokba. 17-én értünk Lembergbe. Most Lvivnak hívják. De ez valamikor lengyel terület volt. És aztán ott megragadtunk. Ó, Istenem. Rosszabb volt, mint ha kint lettünk volna a lágerokban. Ezek a magyarok. Hát én még ilyen ronda társaságot nem láttam. Rosszabbak voltak, mint az oroszok. Mindenünket elloptak meg, ők akartak parancsolni a lágerba. Aztán voltak ilyen, az a vastag gumi, ilyen víztömlők. Elvagdalták őket, és azzal ütötték, verték azt a pár gazembert. Aztán nem volt túl magas kerítés, ketten fogták a kezét, ketten a lábát, meghintált a hóruk, át a kerítésen, kidobálták őket. Így lett vége ott is a gazemberségnek. Mindenhol adatokat vettek fő, mert hát ugye mi rólunk itthon nem volt még papír sem már, hogy mink éltünk, haltunk, senki nem tudta. Itt nem volt arról szó, hogy mink élünk vagy valami. Az orosz vöröskereszt semmit nem adott ki mi rólunk. Ugye mindenkit a faluja szerint kerestek, hát engem is kerestek Márián, aztán éppen volt itt a Biró Jánő bácsi, az ilyen minden lépekanál volt, éppen benn volt a tanácsok voltak ugye abban az időben, aztán mondják neki, Jenő bácsi, állítólag fogságból, Oroszországból jön valami Horváth Lajos nevezető haza, ide Máriára. Azt mondja, Jenő bácsi biztos tudja, hogy kiről van szó. Azt mondja, ne haragyoltok, én ilyen nem tudok, én Horváth Lajos nem ismerek. Ugye már engem csak öcsének ismert mindenki. Pénteken Marcaliba mindig piac volt. Aztán anyám meg a bátyámnak a felesége, de van akkor bátyám se ért, azok is lementek. Aztán összefutott a bátyámnak a felesége ezzel a Jóska bácsival. Akivel én ott kint is tényleg vele is többször együtt volt. Annus azt mondja, ide figyelj. Te Márián laksz, azt mondja, ott lakok, de én Jóska bácsi nem Máriai voltam, én Berényi voltam. Mindegy, azt mondja, biztos ismered te, oda az a Horváth Lajos. Azt mondja, Jóska bácsi, én nem hiába kér, én nem tudom. De azt mondja, tudja mit, itt az anyósom, ott benn üdögel a váróteremben, azt mondja, az oda valósi, ott is lakott mindig. Az biztos, hogy tudja. Anya azt mondja, itt a Jóska bácsi most jött meg fogságba. Aztán mondja, hogy Máriára jön ez egy horvatlás nevezető, de ő nem tudja, ki ő. Aztán mondja neki anya, te Annus, hát itt az az öcsi. Így tudták meg, hogy jön. És rá egy hétre már itt voltam, én is. Négy órakor beért a vonat. Ugye régen az állomásokon csak egy lámpaoszlop volt, ezért a petrólum lámpa égett. Csak a bakter előtt volt világos, meg a vonat, a kocsik mentek el, ugye kocsik világítottak. De elment a vonat, akkor nem lehetett látni semmi. Azt láttam, hogy ott sokan vannak ott a lábánál. Hát egy jó 20 méterre szálltam hátra, ott a sorompónak a túlsó felén szálltam le. Aztán elmegy a vonat, aztán hallom már valaki kihúval, oda nézzetek, meggyűjt az öcsi. Hát nem volt tömle szála mindig. Hát mondom neki, Lémon Lajcsi, te vagy az. Hangjáró az ember, még emlékezett a hang. Na azt akkor oda mentem én is a lámpa alá, ott aztán elkezdtünk beszélgetni. Közben gyűjt egy asszony, akiket jól is pestiek voltak.
Nos, akkor ott a gyerekektől elbúcsúztunk az állomáson, azok mentek dolgozni, mi meg, mert akkor a vasút mellett kellett jönni, volt egy gyalogút az Innácsi felén. Vasúton, százon ballottunk, szőlő volt itt mindenhol. Ideérünk, na mondom, kenesen én akkor itt bemenünk. Ha még erre is emlékszel, aztán mondom, emlékszel. Sötét volt, aztán a zörgött. Lidi néni, már anyám Lidivel volt. Lidi néni, álljön fel, hoztam vendéget. Hát anyám már tudta, hogy akkor csak biztos én leszek. Aztán láttam szegényen, megértem meggyújtani a petróleumlámpát. Azt akkor úgy kinyitott az ajtót, azt úgy mentünk be. Ez volt 6 óra, akkor 6 óráig értem haza. Bementem a hideg szobába, addig a konyhába voltam. Lefeküdtem ott a sezlonyra, én csak sírni tudtam, én más nem tudtam. Mondhatjuk azt, hogy öcsi bácsi igazából még szerencsés is volt. Hát, azt lehet mondani, mert bizony nagyon sokan nem érték meg, hogy azok elégen. Nagyon sokat lehet olvasni a táborokról, a gulágokról, és mindenhol rengeteg rosszat írnak le, hogy ott miket végett, mit csináltak az emberekkel, és az volt nekünk nagyon érdekes, hogy, hogy öcsi bácsi nem említett ilyen dolgokat, tehát hogy itt most... Említsek? Hát első években voltak, akik megszöktek a lágerből. És akkor, amíg azokat valahonnan a fegyveres őrök meg nem találták, nem kellett menni dolgozni. Igen ám, de azt mikor visszajöttek a katonák, utána mentünk ki dolgozni, a kapunk kívül ki voltak terítve, mind agyonlőtték. Hát ilyeneket mondják.